Teltházzal működik a Karmacsi Elizabeth menedék. Több négylábú befogadására jelenleg nincs lehetőség. 60 felnőtt és számos kölyök kutya éli mindennapjait a telephelyen, amely 2015-ben civil összefogás eredményeként alakult. Az itt dolgozó önkéntesek elsődleges célja az utcára került bajba jutott rossz körülmények között élő állatok befogadása, majd szerető gazdihoz juttatása. A menhelyen az elmúlt időszakban mind az anyagi támogatás, mind pedig az örökbefogadás is megcsappant. Karbantartásra is kellene költeni, ugye a kutyáknak az oltásaira, ivartanítására, és most eléggé akadozik ez a pénzadomány bevétel, mert hogy ugye örökbefogadás sincs, mert az legalább részben fedezi a költségeinket, meg hát minket is érint ez a elektromos áramszámla, próbáljuk visszafogni a költést, kikapcsoljuk a hűtőt, nem megy egész nap, vagy csak akkor kapcsoljuk, amikor nagyon szükséges, de hát nem tudunk mindent kiiktatni azért. A telephelyen hatalmas kenelekben az altatás helyett mindennapjaikat élhetik a kutyusok, akik egyszeri adomány ellenében kerülhetnek új gazdájukhoz. Örökbefogadási szerződéssel, a kölyköknél ivartalanítási kötelezettséggel, a felnőtt kutyáknál pedig ivartalanul oltási könyvel és csippel fogadhatók örökbe. A hidegebb időjárás beköszöntével a kisvédenceknek az örökbefogadási és az anyagi támogatás mellett jelenleg szalmára, ágynemű húzatra, tápadományra, kullancs és bolha elleni szerekre lenne a legnagyobb szükségük.